A kormány negatív gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre, és már a háború, a szankciók, a Brüsszellel való csatározások előtt volt egy negatív gazdaságpolitikai fordulat. Jelentette ki a parlamentben Matolcsy György, aki szerint 2021-ben tévesztettünk utat, és elvi ellentét van a jegybank és a kormány között. Pogácsa Zoltánt kérdezzük. Hát, hogy elvi vagy gyakorlati az az ellentét, arról is érdemes lesz beszélnünk, azt hiszem, jó estét kívánok. Visszaszólt Varga Mihály Matolcsy Györgynek, és a Matolcsy féle felszólalás meg megelőzte egy Varga Mihály által az Indexnek adott interjú, ahol már beszélt Matolcsy György működéséről, még viszonylag megengedőbben, de már megjegyzésekkel illette azt. Itt most egy belháborút látunk, egy valódi a pénzügyi politikát befolyásoló gondolatok összeütközését látjuk, vagy egyfajta mentegetőzést és a másikra mutogatást? Szerintem mind a kettő szint működik, tehát van ennek egy ilyen személyes szintje, ahol hát most egy ilyen hosszú karmelitológiai fejtegetésbe lehetne itt bocsátkozni, hogy ugye Nagy Márton Matolcsy alatt dolgozott, bement gazdasági miniszternek, én azt sejtem, hogy Matolcsy szeretett volna oda visszamenni gazdasági miniszternek, mert már unta a jegybankot, meg lejár a mandátuma. Ugye Vargával mindig is volt egy rivalizálás, Varga nem egy stratégiai miniszter, tehát ő alapvetően a költségvetésnek a megbízható őre, Matolcsy szeret magára úgy gondolni, hogy ő a stratégiáért felelős. Ezek mindig is keltettek ilyen személyes feszültségeket, de kétségtelenül szerintem igaza van Matolcsynak, amikor azt mondja, hogy van ennek egy érdemi gazdaságfilozófiai szintje. Tehát itt elhangzanak kemény kritikák, amelyekben rengeteg igazság van. Egyébként mind a két irányban. Jól érzem azt is, hogyha megnézzük az árfolyamok mai változását, úgy a tőzsdén, mint a forint árfolyamét, akkor talán ez igazolja a feltételezésemet, hogy ezzel mi azért rosszul járunk, hogy ez a vita zajlik, főleg, hogy nyilvánosan zajlik, és nem műhelyek dolgoznak. Én ezt nem mondanám, tehát ahhoz képest, hogy mondjuk ugye tavaly 3.60-ról 4.36-ig elment a forint, majd onnan visszakorrigált 3.72-re, ahhoz képest az, hogy napon belül mozgott az euróforint mondjuk pár forintot, az szerintem nem egy igazán jelentős. És az, hogy a Bloomberg szerint a Varga interjúben döntötte a MOL részvényeit? A MOL-nak egyébként tehát az egész héten cikkeztek már arról, hogy a MOL részvényei azok hogyan fognak alakulni. Tehát, hogy valaki követi az üzleti sajtót, ez egy hosszabb és bonyolultabb történet. Nem zárom ki, hogy volt erre hatása, de itt azért vannak igazi mély folyamatok is. Én nem látom azt, ez a csetepati, ez zajlik, új tudásunk itt tulajdonképpen nincsen, tehát olyan nem mondatott ki, amit ne tudtunk volna, annak van jelentősége, hogy ki mondja ki ezeket. Tehát, hogy egy jegybank elnök mondja, annak súlya van, ugye a Fidesz zárt kommunikációjához képest olyas valaki, akit korábban a kormányfő saját jobb kezének nevezett, tehát annak van súlya, hogy itt van egy most már érdemi vita kormánypárti tényező. Hát meg talán annak is van súlya, hogy megnevezte Orbán Viktor, mint a felelősét az inflációnak, a gazdasági nehézségeknek, az ország gazdasági problémáinak, és elhárította azt a kormányzati állítást, miszerint ennek az egésznek van egy háborús, vagy egy szankciós inflációs alapja, és igazából mi nem tehetünk semmiről. Mert rámutatott arra, hogy itt. Igen, igen, de hát ugye azért abban is van valami, hogy tény és való, hogy ugye a háború miatt felmentek az energiaárak. Tudom, hogy azt szokták mondani, hogy a háború előtt is felmentek, de valójában igazán magas csúcsra a háború alatt mentek, tehát nem teljesen hamis az a kommunikáció. Az a hamis benne, hogy kizárólag a háborút teszi felelőssé azért, hogy itt az árak változtak. Nyilvánvalóan itt a magyar kormánynak felelőssége van, azáltal, hogy mondjuk a magyar energiapolitikát azt kitettétette, azáltal, hogy a költségvetési stabilizációnál ugye az adók emelésével gerjesztette az inflációt, az ársapkák kivezetésével gerjesztette az inflációt, és még hosszan lehetne sorolni, de hát ugye a jegybanknak is van felelőssége, tehát amikor mondjuk ugye a magyar valutatartalék az siralmasan kevés volt ahhoz képest, ami ugye az szükséges lett volna, hogy energiát importáljunk Magyarországra, tehát amikor megugrik a magyar energiaimport a GDP 3-4%-áról 12-13-ra, és kiderül, hogy Magyarországnak 3-4 hónapra elegendő valutatartaléka van csak, miközben mondjuk a cseheknek, lengyeleknek háromszorosa, négyszerese ehhez képest, akkor azt gondolom,
hogy a jegybanknak is volt felelőssége, meg a kormányzatnak is. Itt egy érdemi tisztázás van. Hosszú idő óta úgy viselkedik a magyar kormánypárt, mint ahogy Nyugat-Európában egyébként politikai erők szoktak, hogy vannak viták. Csak nem vagyunk hozzászokva. Nem vagyunk hozzászokva. Jó, akkor nézzük azt az állítást, ami lehet, hogy leegyszerűsítő, és ettől mindenki számára érthető, hogy miközben a jegybank a fékre lépett az inflációs hatásokat látva, közben a kormány a gázt nyomta, és ez a két hatás hozta a 26%-nyi inflációt. Igaz-e ez az állítás? Abszolút igaz. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy a jegybank emelni próbálja a kamatokat. Annak az a logikája, hogy drágábbá teszem a hitelfelvételt, és a drágább hitelfelvétellel visszafogom a keresletet, és a kereslet ugye az az inflációs nyomás lenne. De hát, ha közben például sapkát rak a kormányzat a vállalati kamatokra, akkor ugye ez nem tud érvényesülni. Tehát hiába viszik 18%-ra adott esetben a jegybanki nem alapkamatot, de azt a kamatot, ami meghatározó, ha közben mondjuk 7%-kal lehet már tőkéhez jutni. Akkor ez a csatorna ez nem érvényesül. Vagy hogyha mondjuk a jegybank próbálja fékezni az inflációt, például kamatemelésekkel, de közben a kormányzat meg egy gazdasági élénkítő programot... Beton 800 milliárdot hirtelen. Egy jelentős gazdasági élénkítő programot hirdet, ha mondjuk adót emel, tehát ugye az is egy nagyon fontos dolog, hogy az inflációs hullámra Nyugat-Európában, sőt Európa szerte a legtöbb kormányzat adó csökkentéssel reagált, tehát mondjuk az áfa tartalom csökkentése az egy jó eszköz arra, hogy akkor egy kicsit mérsékeljük legalábbis átmenetileg az árakat. De a magyar kormány az adót emel, tehát egy kisker adó, meg egy csomó katakivezetés, stb. Tehát egy jelentős adó emelése van. Tehát ők ugye fokozták az inflációt, miközben a jegybank meg harcolt ellene, tehát abszolút. Ez egy olyan mix, ami hát minden gazdaságpolitikai tankönyv szerint nem szerencsés. Ebben mennyire játszott szerepet az, hogy 2022-ben választások voltak? Tehát a választási időszak a Covid utáni lecsengés és a háborús felpörgése az inflációnak, a pénzügyi nyomásoknak összeért azzal, hogy a kormány meg akarta vásárolni a szavazatokat pénzkiáramlással. Hát ez tény és való, hogy nagyobb hiány volt a költségvetésben. Tehát eleve miért van egy növekedéses évben óriási hiány a költségvetésben? Ugye amikor eleve növekedés van a gazdaságban, és ugye 2022-ben az volt, akkor a kormányzatnak, főleg ha pörög az infláció, inkább az a szerepe, hogy húzódjon vissza, költsön kevesebbet, ne pörgesse ő is az inflációt, mert pörgeti azt eléggé a magángazdaság. Az, hogy a kormányzat egy akkora költségvetési hiányt hozott össze abban az évben, ami nagyobb volt, mint az előző években, inkluzíve a Covid éve, az azt mutatja, hogy bizony rátette egy lapáttal, és fűtötte akkor az inflációt, de én továbbra is azt gondolom, hogy ezeknek a kiadásoknak egyébként egy jelentős része indokolt volt, tehát pont az, amikre rá szoktak mutatni, tehát a két kulcsos adó visszavezetése az nemzeti konszenzus Magyarországon, tehát azzal nehezen tudok mit kezdeni, amikor ellenzékiek, meg ellenzéki közgazdászok osztogatásnak nevezik azt, hogy a kormányzat visszavezeti a két kulcsos adót, meg pénzt ad a nyugdíjasoknak, miközben az ellenzéknek a programjában is ugyanúgy benne volt, hogy több kulcsos adó és pénzt a nyugdíjasoknak. Az más kérdés, hogy nem így, tehát tudom pontosan, hogy nem a X gyerekeseknek, kevés gyerekeseknek, sok gyerekeseknek, nem 13. havi, hanem a kis nyugdíjasok pénzének az emelése. Szociális alapú lett volna, és nem ilyen szerkezeté lehet vitázni, de az ellenzék is szeretett volna hasonló pénzeket adni. Tehát, hogyha kormányváltás lett volna, nekik is ezt a pénzt ki kellett volna engedni. Szerintem nem itt van a probléma. A probléma ott van, hogy emellett olyan más beruházások is voltak, amikre egyébként nagyrészt semmi szükség nincsen, és akkor még nem beszéltünk olyanokról, hogy miért kell az államnak mondjuk Vodafont vennie, meg ilyen egészen értelmezhetetlen kiadásokat. Azt mondja Matolcsy György, hogy az előző 10 évvel szemben, a következő 10 évre a kormánynak semmiféle gazdasági koncepciója nincsen. Még egy magánbeszélgetést is felidézett a parlamenti beszédében, amikor Orbán Viktor ebbe bele is állt, és ezt ki is fejtette, mert hogy mérhető dolgokat kellene célkitűzésként a nemzet elé tennie, mondja Matolcsy György, erre meg Orbán Viktor azt mondja, hogy ha mérünk, bukunk. Ugye, ha ezt a kormánynak neki szegeznék, akkor nyilvánvalóan azt mondanák, hogy de hát ott van ez az Orbán Balázs féle az évelején megjelent stratégia, ami a közepes fejlettség csapdájából való kitörésről szól. Ez egy nagyot pörgött a magyar médiában, hogy a kormányzatnak hosszú távú stratégiája van.
Na most az a baj azzal, hogy azt érdemes kimondani, hogy Magyarország a közepes fejlettség csapdájában van, csak aki ismeri a közepes fejlettség csapdájának az irodalmát, az rögtön tudja, hogy ez az alacsony hozzáadott értékkel, az alacsony termelékenységgel szinoním tulajdonképpen, amit egyébként Matolcsi szóvá is tett, hogy az alapproblémák az alacsony termelékenység, és mindenki tudja, hogy az ebből való kitörés az a humán tőkébe való investálás. Tehát ha valaki ezt az irodalmat veszi alapnak, ahogy Orbán Balázs tette, abból BB-ből cél következik, akkor brutális pénzeket kéne itt nyomni az oktatásba, az egészségügybe, a humántőkébe, az infrastruktúrába. Tehát nekem az megmagyarázhatatlan, hogy a diagnózist felállítják, ebben az értelemben van stratégiája a kormányzatnak, de ezt nem viszik végig logikusan, mert abból az következne, amit egyébként a jegybank hosszú évek óta mond. Tehát ez nem új a Matolcsi mondani valójában, a jegybank által írt 100 oldalas tanulmányok 5-6 éve folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy humántőke, infrastruktúra. Ez a nagy talánja a magyar gazdaságnak, hogy ezt miért nem lépik meg. Ez hitkérdés? Tehát, hogy... Ahogy Orbán Viktor azt mondja Matolcsi Györgynek, Matolcsi György szerint, és nyilván akkor ez így hangzott el, hogyha mérek, bukom. Tehát, hogyha olyat, olyat tűzök ki. És mérjen, de finanszírozza meg, és akkor nem bukik. Tehát abban nem lehet belebukni, hogy megemelem a tanárok bérét, abban nem lehet belebukni, hogy megemelem az ápolók bérét, abban nem lehet meg belebukni, hogy a kisnyugdíjasoknak adok egy tisztességes megélhetést. Tehát ezt egyszerűen nem tudom felfogni, hogy ezek nem népszerűtlen lépések, ezek népszerű lépések lennének. Nem értem ezt a mérem bukok sztorit. Itt... Beszéltünk rögtön az első mondatokban arról, hogy valóban elvi vita zajlik-e a kormány és a jegybank között. Ahogy Varga Mihály reagált erre, hogy azonnal visszatolta, hogy hát az infláció az összefügg a valuta árfolyammal, az árfolyam pedig a Nemzeti Bank problémája, tehát köszönjük szépen Matolcsi György szavait. Ez azt mutatja, mintha nem is akarna a kormány foglalkozni ezen túlmenőleg az elhangzottakkal. Tehát Matolcsi György foglalkozzon a saját dolgával, ne avatkozzon bele. Pozíciókból fakadóan ez lehet egy jó reakció, de ennél több nem is lesz. Hát azért Matolcsi Győről tudni kell, hogy ő azért már egy ilyen az ajtón kifelé menő jegybankelnök, bár még relatíve hosszú ideje van, de hát már olyan találgatás. 3 év, nem? Szerintem már csak 2, de hogy... 23 van, igen, 25, igen. Tehát már olyan találgatások is vannak, hogy esetleg hát úgy kitessékelik ezen az ajtón, tehát kicsit felgyorsítják a távozását, de akár marad, akár nem, ő azért alapvetően elviheti a balhét abban az értelemben, hogyha a kormányzat maradni akar, akkor mondhatja azt, hogy csak a jegybank. És én mondom, tehát a jegybanknak azért volt egy icipici felelőssége abban, hogy azért az a magyar valuta tartalék az tényleg nem volt túl magas. Ne üljünk fel a hintára, tehát értelmezzük ezt úgy, hogy most ezt elmondta, tehát Matolcsi György megpróbál kimászni a svasztikából? Nem, én azt gondolom, hogy amit mond, annak a túlnyomó többsége megállja a helyét. Tehát Matolcsi György mondani valójának szerintem a 60-70-80%-a oké, én csak azt mondom, hogy ne, tehát ugye a magyar közvélemény nagyon hajlamos arra, hogyha valaki a kormánypártoktól egy kicsit kiszakad, akkor azon nyomban szerelembe esnek ezzel az illetővel, és azt gondolják, hogy akkor egy forradalmár, ő neki mindenben igaza van, és 100%-os... Matolcsi György átállt. Matolcsi György átállt, ő az igazság lovaga. Rengeteg igazságot kimondott, nagyon fontos dolgokat és nagyon érdemi dolgokat, de azért ebben a történetben, itt az elmúlt egy év történetében, egyébként korábbi dolgokban is, tehát azért azt se felejtsük el, hogy Matolcsi György gazdasági miniszter volt, amikor egy csomó olyan történet elkezdődött, amit ő most kritizál tulajdonképpen. Bár ő arra úgy szokott emlékezni, mint a fénykor, amikor ő gazdasági miniszter volt. Mondjuk az egykulcsos adóban ő is ott van például, vagy ugye akkor sem volt rendesen megfinanszírozva a humántőke, tehát azért nézzük meg 11-12-13-ban, akkor megy le az oktatás GDP arányosan 3,9-re, ami a legnagyobb mélypont volt az egész magyar rendszerváltás utáni finanszírozás történetében az oktatásnak. Tehát ő se teljesen tiszta ebben a történetben. Egy kicsit van ez az áttologatása a felelősségnek, egy kicsit van az igazság kimondása, szóval ez egy nagyon vegyes történet. Azt mondta, hogy a kamatkiadások jövőre a GDP 4,6%-át fogják kitenni, azt is hozzátette, hogy ez egy csapda. Ez gyakorlatilag visszafogja a növekedést hosszú távon, mert ez nem lesz kevesebb. Ez egy írtózatosan fontos kérdés, és ugye ez megint azért van, mert nagyon alacsony volt a valutatartalék. Tehát ha a jegybank korábban magas valutatartalékot gyűjtött volna össze, akkor most januárban nem kellett volna fölvenni ugye ezt a hatalmas amerikai dollárban denominált hitelt, aminek ugye 6,5-7% lejárattól függően a kamatszintje. Tehát ez egy nagyon drága hitel volt, amiből egy kicsit visszafizettünk egy kis adósságot, hogy csökkentsük a nevezőt, meg a számláló ugye
alapvetően nőtt. Tehát a valutatartalékot növeltük ezzel, ami azért vált szükségessé, mert az korábban alacsony volt, tehát abban igaza van a Matolcsinak, hogy tulajdonképpen kitoltuk a jövőbe a problémát, a jövőben magasabb kamattörlesztés formájában fog jelentkezni a költségvetésben, de arról hallgat, hogy hát ezért ez részben meg azért volt, mert ugye kellett bővíteni a valutatartalékunkat. És ez nyugtatta meg a forintot, tehát hogyha valaki azt kérdezi, hogy miért ment vissza 4,36-ról a forint 3,72-re, ez nagy részt azért volt, mert lement a gázár, radikálisan zuhant a gázár, és közben nőtt a valutatartalék. Biztonságosabbnak látszott a forint helyzete. Így van. Hát a mi helyzetünk, hogy milyen, ez, ezen valószínűleg hosszan fogunk vitatkozni ezután a Matolcsi beszéd után, és az arra adott reakciók után. Pogács Zoltán, köszönöm szépen.